Sziasztok! Ma a Tomáról szeretnék beszélni nektek. A Toma az nem ez a narancslé, mármint hogy persze ez is Toma, a pomerancs meg egy narancsárga csehszlovák mozdony, nem ez a lényeg, hanem a The One Module Approach. Ezt a kifejezést Joe Fugate, az amerikai Modern Railroad Hobbyist magazinnak a főszerkesztője találta ki. Magát a módszer nem biztos, hogy ő, de mindesetre ő csinált ebből intézményt, és a második szakaszát a Bodell vasúzatnak ezzel a megközelítéssel szeretném megépíteni, ezért szeretném nektek nagyon röviden bemutatni ezt a technikát. Nagyon jó lett volna, hogyha már az itteni Bodell vasúzat építésének az elejétől kezdve ismerem a Tomát, mert akkor biztos, hogy eleve így kezdtem volna hozzá, és valószínűleg akkor nem ez a, hát nem mondom, hogy plywood Pacific, hanem inkább ilyen extruded foam Pacific állapot lenne. De a One Module Approach az tulajdonképpen azt a módszert vezeti be az otthoni modellpályákra, amit egyébként az ilyen Fremo meg más modulokból építkező modellvasutak építésekor bárki, aki csatlakozik a rendszerhez, egyébként is valószínűleg követ. Tehát, hogyha valaki szeretne egy ilyen modul találkozó részt venni, akkor neki is rendelkeznie kell legalább egy darab modullal, nyilván idővel akár többet is építhet, amennyi befér az autójával, amennyi bérelni tud kapacitást magának, és nyilván amikor az ember az első modulját építi, akkor még nagyon kell figyelnie arra, hogy az illesztések jók legyenek, hogy a többi modulhoz szabványosan tudjon csatlakozni. Ezért valami tök egyszerűvel szokás kezdeni, egyenes, nyíltvonali szakasz, valami szabvány hosszúsággal, csak töltést kell építeni, vízelvezető árkot, valami egyszerű kis terepet a környékére, és már kész is vagyunk, mehetünk modul találkozókra. Aztán, hogyha ez jól sikerült, akkor lehet íves modult, aztán mondjuk valami iparvágány kiágazást, később akár állomási modulokat is építeni. Tehát egyre profibbá tud válni az ember az építkezésben. Nyilván egyre könnyebb lesz neki pontos csatlakozó felületeket kialakítani. Az íveknél, egyebeknél nagyon fontos, hogy a modulok azok összeépítettek legyenek egy kész rendszerré. Tehát adott szögekbe kell fordulni, adott távolságoknak kell lennie, tehát nagyon sok mindenre vigyelni kell a szabványnál. Ez is menni fog, és egyre jobb terepépítési képességei lesznek az illetőnek. Amikor eljut a végső állomási moduljához, addig már épületeket épített egy párat, a városi terepnek az építése sem fog problémát okozni, tehát úgy lesz egyre nehezebb a feladat, amit el kell végeznie, ahogyan a képességei is fejlődnek. Hát ugye ehhez képest én neki láttam itt építkezni a teljes fal mentén, ugye a szobának az egyik szélétől a másik széléig, és lefektettem a vágányokat, hogy megvan az alapok, parafa alá téve, hogy az ágyazatot, a lépítményt is meg lehessen építeni. Minden jól is működik, be vannak kötve a váltóim, jelzőim, azok is jól működnek, mert hogy ebben rutinos vagyok, ezt én ügyesen tudom csinálni. Ami a gondotok hozzá nekem az, hogy el kéne kezdeni terepet építeni, épületeket összerakni, fákat ültetni, statikus fővel beszélő dolgokat, meg egyáltalán kialakítani valami domborzatot, hiszen hát domvidéki, hegyvidéki pályán vagyunk, nem lehet ilyen lapos az egész. Hol kezdjek neki? Kezdjem bal hátul, vagy kezdjem itt az ipartelepnél? Bárhol is kezdem, az nagyjából végleges lesz, hiszen amit ide fölépítek, azt nagyon nehéz lesz utána eltávolítanom, ez a részhez fixen a falhoz van rögzítve. Az egyes szakaszok azok nem olyan helyen vannak, hogy könnyű lenne elvágni a sineket. Tehát ebből nem tudok csak részeket kiszedni, ha valami rosszul sikerül, nagyon nehéz visszabontani, esetleg lehet, hogy megsérül olyan dolog, amit már megépítettem, úgyhogy én bátortalanul állok ehhez az egészhez. Persze nagyon régóta vasútmodellezek, tehát akár lehetnék bátrabb is, mondhatnánk, csak hát ugye a legutolsó terepasztal, amin dolgoztam, az valamikor gimnazista korom végén vagy egyetemista korom elején építettem hozzá utoljára bármit is, és hát akkor még az anyagok is olyanok voltak, meg amit irodalmat lehetett látni, az abban lévő minták is olyanok voltak, hogy ahhoz képest hát nem volt nehéz olyat, vagy akár kicsit jobbat is építeni. Ma, ha az ember kezébe vesz egy nívós német vagy amerikai újságot, nem beszélve mondjuk a gyönyörűen antikuló franciáknak a fantasztikus videóiról, újságiról, amikkel néha sikerül összefutnom, hát azt a szintet így csuklóból hirtelen nem tudnám elérni, sőt, lehet, hogy sose fogom tudni, de minden esetre kéne ehhez egy kicsit gyakorolni, és ebben fog nekem a Toma segíteni. Rendelkezem annyi önismerettel, hogy tudom magamról, hogyha
gyakorlásképpen elkezdenék diorámákat építeni, akkor igaziból soha nem jutnék előre velük, mert önmagukért való az építés, és nekem az egyszerűen nem fekszik, tehát nem tudok csak úgy leülni dolgozni valamint gyakorlásképpen, hogyha azt gondolom, hogy azt egyébként nagyon gyorsan úgyis ki fogom dobni. Hát nyilván egy gyakorló dioráma az nem lesz olyan, hogy azzal egy makett versenyre benevezzek, tehát ilyen típusú célt, külső motivációs célt sem tudok kinevezni magamnak. Tehát olyan dolgon kell gyakorolnom, ami része a modellvasútnak, viszont ennél a fő résznél sokkal könnyebb megszabadulni tőle. Most a Toma azt mondja, hogy egyszerre egy modult építünk, méghozzá azt aljától a tetejéig végig megépül a ácsmunka, világítás, háttér, terep, elhelyezzük a vágányokat rajta, bekötjük a DCC-t, ha váltóállítást akarunk, jelzőket akarunk, azt is bekötjük, megépítjük az épületeket, azokat is kivilágítjuk, és ha minden készen van, akkor megyünk tovább a következő modulra, és azt is elkezdjük a nulláról, vágányok, váltók, jelzők, épületek, terep, zöldítés, kész. És így megyünk modulról modulra. Ezt akár lehetne úgy is csinálni mondjuk itt ezen a részen, hogy elkezdtem volna az iparteleppel, egy darab mondjuk 80 centis modul, és addig itt nincsen semmi. Következő rész, köztes nyilvánvalói szakasz, tovább megyek, állomási rész, az egy kicsit nagyobb modul, de az már akkor a harmadik lett volna, és hogyha ott azt látom, hogy az első modul nem sikerült jól, hopp, ezt kiveszem, újat berakom, megépítem ezt a néhány váltónak az állítását, újra nem nagy dolog, és kezdhetem előről a terepet, esetleg megmentem az épületeket róla, hogy jól sikerültek. És akkor ugyanolyan szintű lesz a végén ez a modulom is, mint a vége lesz, amikor már gyakorlott vagyok. Itt ez a vonat már elment, de a másik oldalt, a hosszabbításnál megvan ez a lehetőségem. Ezt fogom tehát csinálni. Egy-egy kicsi részben fogom megépíteni a hosszabbításomat, és azoknál nem állok meg itt a extruded foam pacific állapotban, hanem itt végre most már a terepet is, meg mindent készre fogok építeni, és hát persze idővel ezt is kidobhatom, viszont akkor csak egy kicsi részt kell majd kidobni, egy 76 centis szakaszokból fog ez állni, itt már ekkora a könyvespolcomnak a mérete, ahova ezek a modulok be vannak építve. 76 centit kiveszem, beteszem, mint a Rick és Mortyban, kimegyek, bejövök, 20 perc az egész, és ráadásul, ha akarom, akár azt is meg tudom majd csinálni, hogy ugyanazzal a geometriával építek több modult is, és akkor hol az egyik van bent, hol a másik, csinálhatok például egy téli változatot az őszi mellett majd ebből a valamelyik modulból, és akkor azon a részen tudok télies, havasjeges fotókat készíteni, hogyha ahhoz van kedvem. Kinesik a hó, berakom a havat itt is. Eláll a hó, kisüt a nap, berakom az őszit. Mert miért ne? Ugye eddig van készen a modellvasút, itt csatlakozik egy olyan szakaszhoz, amelyik átvezet a szobának a másik oldalára, át a szoba ablaka előtt. Itt ugye az ablak előtt egy idégles tárolópályaudvar volt régen, könyvkupacokra építve, hát nem volt különösebben szép látvány, de legalább működött. Most ugye ehelyett meg fog épülni a végleges tárolópályaudvar majd, de ne rohanjunk annyira előre. Szóval, itt egy ilyen keskeny terepen áthaladunk az ablak előtt, és akkor egy ívvel befordulunk ehhez a könyvespolchoz. És akkor itt a könyvespolcnál kezdődik az első Toma modul, ugye ez egy 80 centi széles IKEA könyvespolc, ennek az egyik fakjába kerül be ez a Toma modul. Ugye itt van ez a extrudált szivacs alaplap, ez az XPS lap, ez az egésznek az alapja. Ez fölemelhető, kivehető, és úgy jönnek ki a magasságok, hogy egyszerűen régi tillig kocsidobozokkal alátámasztva, ezek üresek, pont megfelelő magasságban van a meglévő szakaszaival a modellvasútnak, tehát nagyon egyszerű, még alapot se kell építeni hozzá. Most ezen el fog tudni kezdeni dolgozni, nyilván majd valami egyszerű módon azért rögzíteni kell a Billy oldalához, hogy ne mozogjon majd, itt ezt az átvezető darabot is rögzíteni kell majd, erre vannak egyszerű ötletek,
De ugye ez szétbontható lesz, egyrészt ki tudom cserélni ezt a Toma modult, másrészt ugye, ahogy mondtam már korábban, az ablakhoz való hozzáféréshez kivehetőnek kell lenni ennek az átvezető modulnak, tehát elbontható a helyi kapcsolónak a kábelezése, és ki fogom tudni kötni itt a vágányokat egymásból, nem lesznek összeforrasztva, könnyen szét fognak jönni, és akkor némi forgatás, hajtogatás árán ki lehet ezt az egészet terepestül, meg hátterestül majd emelni innét, és akkor lehet ablakot pucolni, vagy kimenni redőnyt szerelni, vagy ilyesmi. És ugye akkor készen van ez a modul, akkor szükséges, akár ezt is kivehetem, és egy másik ugyanilyet a helyére tehetek. Egy szekrényel odébb van a következő modul, ez majd egy nyílfonali szakasz lesz, lesz itt egy völgy, ahhoz alá fogok építeni még egy réteg szivacsot, hogy mélyebb völgyet lehessen kialakítani, a völgy fölött keresztben lesz egy híd, völgy alján kis turista út, patak, stb. De ez is olyan lesz, hogy nem sikerül jól, semmi gond, kiveszem, berakom az újat, és semmi nem veszett kárba. Az utolsó szakasz pedig ide kerül majd a polcok után, ez lesz a déli, tehát a magyarországi oldal felüli tárolópályaudvar, 7 tárolóvágány, tehát nagyobb kapacitású lesz, mint az északi, és akkor innen fognak tudni majd szépen a modellvasútnak a megépített részére belépni, a gyorsvonatok, személyvonatok, tehervonatok, minden, amire szükség van. Ennek még kell azért alábakolásokat építenem, de ez is gyorsan elkészülhet. Tehát akkor most azok a lépések állnak előttem, hogy miután most már majdnem végig készen van az alap, meg kell még azt a pár bakolást építenem a tárolópályadvar alá, és utána végig fogom fektetni itt a vágányokat, kiszabok mindent, hogy jól látható legyen, hogy mi hol ér véget, hol kezdődik, hova kerülnek majd a kitérők, alászabom a parafát, és utána elkezdek ennek a modulnak a véglegesítésén dolgozni. Addig pedig a többi szakaszon egyszerűen keresztül gurulnak a vonatok, tehát nem lesz lerögzítve a pálya, nem lesz ágyazat, nem lesz semmi, és nyilván a tárolót sem fogom teljes egészében megépíteni eleinte, néhány vágány külkitérőkben van egy kis rugó, ami végállásban tartja őket, tehát kézi állítással minden működni fog, aztán majd egyszer, ha lesz időm, akkor átépítem azt a végleges geometriára, a végleges tillingváltókkal, szervós állítással. De az elején így a játék működtetésére jó lesz az is, a kéziváltók is, az idéglenes tárolón is kéziváltók voltak, azzal se volt semmi probléma. Nincsenek nagy távolságok, tehát itt igaziból ez az új tároló, ez közvetlenül zabarállomással szemköz van a falon, tehát csak hátra kell fordulnom és már is tudok állítani. A kinti folyosón lévő északi tárolónál sokkal fontosabb az, hogy ott működik a szervós állítás, nem kell mindig kilibbennem a folyosóra, visszajönnem onnan. Ott jó, hogy látom azt is, hogy melyik vágány foglalt, melyik vágány szabad, ott ugye a visszajelzés is működik. Itt ez nem lesz akkor a feladat, viszont ugye a Toma technikának köszönhetően itt majd Isten mezeje megálló rakodó helyi parvágány kiágazásnál. Itt gond nélkül meg tudom csinálni gyorsan a visszajelentéseket is, meg a szervós váltóállításokat is, jelzőket is gyorsan beköthetem még a terepépítés előtt. Ezek ugye olyan dolgok, amiket már tudom, hogyan kell csinálni. Be is fogom persze mutatni, hiszen részletesen ezekről eddig nem volt videó, mert amikor elkezdtem a csatornámat készíteni, akkor nagy részt ezek már készen voltak a zabarállomás környéki részeken. Most ezt meg fogom tudni mutatni, úgyhogy ha nem szeretnél lemaradni róla, akkor mindenképpen kövesd a csatornámat, ezzel nekem is segítesz, és nagyon szépen köszönöm, hogy eddig követted. Szóval visszatérve a Tomához, ez lesz itt a következő fókuszom. Mindjárt mondom is, hogy mi mindent kell megcsinálni. Kiszabtam ugye az alaplemezt, ehhez a picskámnak a csontfűrészét használtam, nyilván lehetett volna ezt mondjuk dekopír fűrészsel vagy hasonlóval is csinálni, de túlzásnak éreztem, meg így nagyobb kontrollom volt azért a vágás fölött. A kisebb vágásokhoz pedig egy forró drótot fogok használni majd. Azután ugye ki fogom szabni a parafát, kiszabom a vágányokat, és utána nekilátok majd az épületek fölépítésének, hiszen azok fogják meghatározni, hogy hova kerülhetnek majd utak, hova kerülhet terep, meg más ilyen dolgok. A felvételi épület az egy Igra modell őrház lesz, kicsit a Nógrád megállórakodó helyen lévő felvételi épülethez hasonló. Még a színében nem vagyok biztos, hogy ez lesz, lehet, hogy átfestem, de mindesetre egy kicsit öregítem majd, és akkor
remélhetőleg kapok egy szép épületet. Utána jöhet majd a raktár. A raktárhoz ide kell majd kerülni egy oldalrakodónak, ahol például ezeket a fedett teherkocsikat lehet rakni. Ugye az valami betonszerkezet, tehát ott azért elég komoly felület kialakítása, festése, öregítése lesz majd szükség. De az is egy dolog, amit gyakorolhatok közben. Az épületek elkészítése után jön majd ennek a rakodónak a kialakítása. Itt hát igazából két előképen van. Az egyik az megint tolmács, ami már a zabarkemi parvágány kiágazásnál is egy kicsit bennem volt. Tehát egy olyan megálló rakodóhely, ahol nem csak mindenki által használható közterületi rakodó van, hanem csatlakozik hozzá egy saját célú pályaházat, egy iparvágány is. Tolmácson ez egy kicsit távolabb van a megálló rakodóhely kitérővágányától, itt nekem ebből a kitérővágányból ágazik ki, de a végeredmény ugyanaz lesz. És bánk megálló rakodóhely lesz a másik inspirációm, tehát ide fog kerülni egy függőleges betonfal, egy betonépítmény, aminek a tetejéről kisvasúti kocsikból lehet majd rakodni az itt álló teherkocsikat. Isten mezein a valóságban agyagbányászat zajlik, úgyhogy nekem is ez egy agyagbánya lesz, ugye a bánkhoz megint csak nagyon hasonlóan. Az a különbség, hogy a felső petény agyagbánya az kaolint, tehát hogy azt a fajta agyagot bányásza, amit például téglagyártásban meg ilyesmikben használnak, ugye Romhányba, a közeli téglagyárba, csempegyárba, illetve nem téglagyár nem volt, csempegyárba, illetve cserépkályhagyárba szállították az alapanyagot. Isten mezén bentonított, vagy sokak szerint hibásan egyébként betonított bányásznak. Ez Fort Benton amerikai településről kapta nevét, úgyhogy a bentonit a helyes elnevezés. Ez egy teljesen más típusú agyag. Ennek az a specialitása, hogy a saját tömegének a 15-20-szorosát képes vízként fölvenni. Olajfúrásoknál használják folyadékmegkötésre, gátak alapanyagaként nyilvánvalóan, de a feldolgozóipar is rengeteg mindenre használja, tehát fogkrémtől kezdődően a gyógyszeripar rengeteg más terület is használja ezt. Hát, én azt gondolom, hogy annyit megint csavarni fogok a valósághoz képest a történeten, hogy nem bentonit, hanem hagyományos agyagbányászat lesz itt. Azért, mert akkor ezeket a kocsikat irányvonatként a Zabarttól északra fekvő Ajnácskőre, a mostani Szlovákiában fekvő Hajnácska állomásra lehet szállítani, ahol pedig működött, és hát a Bodellvasutam irányában működik is egy téglagyár, tehát rögtön lesz egy ilyen belső fuvarozási lehetőségem. Ugye emiatt itt egy kicsit hajlítani fogok a történeten, tehát nem bentonit, hanem kaolin bányászat lesz, de ez végül is nem annyira lényeges. Utána megfestem majd a sineket, illetve a talpfákat, illetve ágyazatot is kell készíteni, az is a sincsen még sehol a modellvasúton. Úgyhogy teljesen jó lesz kipróbálni az ágyazatépítést, a kisvasúti pálya, illetve ez a rakodóvágány, hiszen ezekre egyébként mozdonnyal nem annyira kell majd rámenni. Tehát nem lesz tökéletes az ágyazás, akkor sincsen probléma, akkor is használható marad. Tehát megint ezt a gyakorlás dolgot tök jól fogja támogatni ennek a szakasznak az építése. A kisvasúti pálya az valahol erre elkanyarodik majd, és lesz itt egy domboldal, tehát a domboldal megépítésekor lesz lehetőségem majd statikus füvet, bokrokat, ilyesmiket telepíteni. A domboldal azért is jó lesz, mert az fogja eltakarni a két baloldali váltónak a szervóját, ezek ugye nem fognak elférni a pálya alatt, éppen ezért a domboldalba lesznek elhelyezve, tehát kivehetőnek kell majd a domboldalnak lennie, hogy bármi baj esetén megigazíthassam a szervóhoz csatlakozott drótokat például. Az ablak előtt részt és az első modult összekötő hídon lesz egy útátjáró, ennek fénysorompója lesz, ezt is el kell majd készíteni, és be kell majd kötni a biztosítóberendezésbe, itt lesz a bejárati jelzője is a szolgálati helynek. Ugye azért bejárati jelzője lesz, mert pályaelágazás is, kijárati jelzője viszont nem lesz, hiszen nyílt vonali szolgálati helyről van szó, nem egy állomás. Vonat találkozása tehát lesz lehetőség, de kizárólag a tolatós tehervonat találkozhat itt áthaladó vagy helyben megálló személyszállító vonatokkal vagy más teherekkel.
nézzük, hogyan fog ez működni. Ugye az üzemeltetési séma is nagyon fontos, tehát miatt még nekik ez az ember építkezni, ki kell találni, hogy hogyan fog vonatozni rajta. Hát egyrészt ugye nyilván ez egy nyílvonali szolgálati hely, tehát akkor itt a fővágányon át fognak haladni a déli tároló felől zabarba közlekedő gyors vonatok, gyors tehervonatok. Jön egy BZ motorkocsi, az megáll, utas cserél, megy tovább, ez is tök egyértelmű. Aztán nyilván jöhet ide a tolatós tehervonat, megérkezik, leakad a mozdony, fölvesz egy kocsit, elviszi, hoz helyette egy másikat, ez is egy opció. És hát ugye itt van az agyagbánya. Igaziból egy vágányú, egy iparhoz tartozó iparvágányból ez a legnagyobb kapacitásum. Tehát ugye 5 darab ilyen kéttengelyes ES kocsi fér oda be, ekkora kapacitású vágányom nincs máshol. Majdnem ekkora kapacitás befér a szénbányában is egy vágányra, talán azért ennyi nem. Most ugye 4 tengelyes kocsik is vannak, de rakodni biztos, hogy nem lehetne őket, mert nem lesz egy ilyen hosszú rakodófal, hanem egy helyen lehet majd rakodni. Igaz, ott 2 vágány van, tehát kicsit jobban el lehet fér. Tehát ha érkezett ide a szénbányához egy vonat, akkor meg lehet osztani a másik vágányra is, és utána a tartalék ki tudja a rakott meg az üres szerelvény cserélni, és így igaziból 2-szer akkora a kapacitás. Itt van a Pogony Brownnál ez az elég hosszú vágány, de ez se ugye végig rakodó, itt ahol ilyen nagyon szűk, ide nem fog rakodó elfér, valahol itt fog a rakodó kezdődni az épületek előtt, a legvége pedig már egy tüzértelephez tartozik, amit a Pogony Brownnak a rakodóján keresztül lehet megközelíteni, tehát igaziból ez sem egyetlen rakodó. Jó, az állomási rakodón elég jól el lehet férni, de azért ez itt igaziból túlzás. Valahol itt lesz majd egy áruraktár, itt pedig egy nyílt rakodó. Hát, hogy ezt a bolt hogyan fejtik át, az most igaziból egy fura kérdés. Tehát az igazság szerint ide se fér be ennyi egyszerre rakodható jármű. És ugye a legnagyobb iparvágány nyilván az Egyesült Bútorlap. Itt ugye 2 vágány van szintén. Itt lehet majd kirakodni a fát, ami érkezik, itt van az készáru berakodás, vegyanyagokat is lehet lefejteni ott a vágány végén. De ez megint csak 2 vágánynyi, és hát ugye ez igaziból közvetlenül elérhető zabarállomásról, tehát nem annyira érdekes ennek a kiszolgálása, bár itt is lehet trükközni, hogy tolvonatként jövünk ki, vagy ilyenek, de jelentően a tolatós teher nem foglalkozik ezzel, hanem az állomásról jön ki egy mozdony, vagy a tolatós tehernek a mozdonya, vagy ha éppen olyan a menetrend, hogy van állandó tartalék, akkor az állandó tartalék kijön a kocsikért, hoz friss kocsikat, és valamelyik gyors tehervonat elviszi magával, ami rakott kocsik, vagy üres kocsik keletkeztek. Itt ennél komplikáltabb a kérdés, hiszen azért jóval messzebb vagyunk, egy másik szolgálati helyen vagyunk, tehát itt a tolatós teher ezzel az 5 kocsival nem valószínű, hogy tud bármit is kezdeni, de hogyha éppen kevesebb kocsit raknak, akkor természetesen az is megoldható, hiszen hogyha délről Verpelét, Kálkápolna felé érkezik egy tolatós tehervonat, akkor annak a mozdonya az le tud akadni a szerelvényről, fölveszi a kocsikat, rátolja a meglévő kocsikra, összezár, föltölti az egész szerelvényt, megy tovább zabarba, aztán majd ott csinálnak a kocsikkal, amit csinálni kell. Ugyanakkor viszont a másik irányba érkező vonatnak üres kocsit letenni már nem olyan egyszerű, ugyanis nagyon rövid ez a körüljáró vágány. Tehát legfeljebb akkor van lehetőség itt kocsikat letenni olyan vonatra, aminek tovább kell mennie délfelé, hogyha az a szerelvény az körüljárható. Itt 43 centi a hasznos hossza ennek a vágánynak valós méretben. Tehát annyi kell ahhoz, hogy körül lehessen járni egy 4 tengelyes mozdonnyal a szerelvényt, az legfeljebb 3 darab ES kocsi. Tehát mind az 5-öt nem lehet itt körbejárni, esetleg 2 részben, de az már megint csak nagyon komplikált. Az érdekesebb megoldás az iparvágány irányvonattal való kiszolgálása lesz. Ugye az üres kocsik azok érkezhetnek mondjuk Ajnácskő felől északról, viszont ugye az 5 kocsit, pláne hogyha esetleg még hozzácsatolnánk plusz egy kocsit, amit ide a rakodóra hoznánk, azt nem lehet körbejárni, tehát akkor ide is tolt vonatként kell kijönni a tolatósnak. Ha tolt vonatként jön ki, akkor kap egy tolt vonati kísérőkocsit, hogy a tolatós személyzet el tudjon valahol helyezkedni. Ez valami nyitott peronos jármű lesz, tehát mondjuk egy ilyen Donnerbüchse, vagy pedig ugye a külön erre a célra tartott csehszlovák tehervonati kísérőkocsi. Azon ugye világítás is van.
És akkor kitolják ide a szerelvényt, kísérőkocsi félreállít, üres kocsik be. Ugye ebből az irányból minden megközelíthető, hiszen ugyanabban az irányban néznek ezek a csonkavágányok, mint az ipartelepnek a rakodó vágányai, tehát az Egyesült Bútorlap és a Zabarkemnek a vágányai. Tehát egyrészt akár ugyanaz a vonat is kiszolgálhatná, csak akkor már aztán tényleg nagyon hosszú lenne, de minden esetre ugyanazzal a technikával ide is ki lehet toltvonatként jönni, mint ahogyan az ipartelepre is ki tudtunk jönni a legutóbbi videóban. Ha megnézzük az elrendezését itt a bal oldalt az ipartelepnek, illetve jobb oldalt a leendő istenmezeje megálló rakodóhelynek, akkor azt látjuk, hogy igaziból tud mind a két helyen egy-egy tolatócsapat dolgozni, anélkül, hogy akadályoznák egymást, hiszen egyrészt elég széles ez a folyosó, mondjuk ez még később szűkülhet, ahogy idoda alakulnak a dolgok a lakáson belül, de térben is el van csúsztatva, tehát igaziból aki itt dolgozik, az egy körülbelül 80 centivel közelebb áll a kamerához, mint akinek az ipartelepnél kell bal oldal dolgoznia. Tehát igaz, hogyha egy folyosó méretet foglalnak el, akkor is vált-válnak vetve egymás mellett tudnak elhelyezkedni, egymás nem zavarva, és akkor először a kamera mögött ott van még maga zabar állomás is. Tehát aki pedig itt rendezkedik, itt állít össze tervonatokat, vagy szolgál ki iparvágányokat, az sem zavar igaziból senkit, tehát egyszerre csak a tehervonatok rendezésével, kiszolgálásával akár három mozdonyt, és ezzel összefüggésben három mozdonyvezetőt is el lehet helyezni itt a pálya mellett, úgyhogy nem akadályozzák egymást, és igaziból van bőven munkájuk, tehát nem fog senki sem olyan hamar végezni, hogy utána vissza kellene gyorsan jönnie az állomásra. Talán az istenmezei kiszolgálás a legegyszerűbb, hiszen ott van a legkevesebb vágány, illetve néhány esetet kivéve ugye irányvonatként fog elmenni egyben az összes kocsi, azért lesz olyan is, hogy egy része ide, egy része oda megy, és akkor pedig lehet, hogy már istenmezején rendezkedni kell például, ezzel is lehet bonyolítani. Megint az látszik, hogy különböző szinteket lehet létrehozni a játékban. Lehet nagyon egyszerűt, mondjuk kevésbé gyakorlott üzemeltetőknek, és lehet bonyolultabbakat is csinálni. Megint csak, hogy a közben itt oldalt végigmegy egy valamilyen személyvonat vagy gyorsvonat, abba kell hagyni addig a tolatást. Az ipartelepről teljesen be kell vonulni az állomásra, hiszen ott a nyílt pályán, és majdnem mindig el van foglalva valamivel, ha éppen kiszolgálás van. Isten mezején pedig az átmenő fővágányt kell valahogyan felszabadítani, félreállni a rakodóvágányokra, vagy a körüljáró vágányra. És akkor, ha tovább ment a mondjuk gyorsvonat, utána lehet folytatni újra a rendezkedést, mindez persze jelzőkezelések mellett, a váltókat időben biztosítva, tehát nagyon sokrétű játékot lehet itt is majd kialakítani. És ráadásul, hogyha itt elkészülök a tereppel, akkor egyrészt végre lesz egy olyan része a pályának, ahol szépen lehet majd a járműveket fotózni, hogy van valami háttér is mögötte. Ráadásul, amiket itt készítek majd esetleg videókat, akár járművek kipróbálásáról, akár csak simán bemutatom a tolatás vonatközlekedést, hát azok is sokkal jobban fognak kinézni, mint a narancssárga XPS lapokon közlekedő vonatok. Úgyhogy én örülök, hogy el fogom tudni végre kezdeni ebben a Toma rendszerben az építkezést. Ez így egy 76 cent, ez egy teljesen kézzel fogható, könnyen kezelhető méretű darab. Ennek már neki lehet látni. Nem tudtam egyszerűen megragadni azt a pontot, ahol el kéne kezdeni a fő modulnak, tehát a zabar és ipartelepe résznek a telepépítését. Ez egy sokkal jobban körülhatárolt valami lesz, és ez nekem ad egy magabiztosságot, amire nekem nagy szükségem volt. Tehát én nekem önismeretem az diktálja, hogy túltervezek mindent, és ha nem érzem úgy, hogy a terv az jó, akkor nem is kezdek hozzá, és addig gondolkodtam azon, hogy mit hogyan kéne, hogy végül nem csináltam semmit. Jó, hát ez nem igaz, mert rengeteget kellett vezetékeznem, tehát azért nem olyan régen készül csak el teljesen használhatóra az abari állomás, hogy most elkészült a helyi kapcsoló, közben a lakásfelújítás is egy kicsit haladt, tehát elkészült azért itt egy újra parkettázás a kis szobában, úgyhogy ki kellett vinni a könyvespolcokat arra az időre, aztán visszahozni. Tehát zajlott azért az élet, de hát most már tényleg ki kell kezdeni az építkezésnek.
Kezdjük is el. Először itt a váltókat akarom összepakolni. Szükségem lesz néhány sínösszekötőre, köztük szigetelőkre is. Mert hiszen lesznek itt olyan vágányok, amikkel lesz foglaltság ellenőrzés. De azért kelleni fog fém összekötő papucs is. Mindig a belső vágány van nálam kiszigetelve, tehát ezt a papucsot kell kivenni, és az ő helyére kell betenni egy műanyagot. Ezeket elsőre kicsit nehezebb föltenni a helyükre, úgyhogy le is veszem, azonnal megfordítom, és a aránylag könnyebben megfogható váltón egy kicsit inicializálom mind a két oldalát. És akkor így sokkal simábban fölcsusszan ez a csonkavágány. Mindig a belső oldal szigetelem, ez itt is igaz, hát hiába fordultunk el 180 fokot, hát attól még az, hogy mi van tőlünk a fal felé, az lesz a belső definíciója nálam. Tehát oda kellett a szigetelő papucsot tenni. Szigetelő papucsból elő kellett vennem egy friss csomagot is. Kapott a megelőző vágány is egyet. És akkor ide az átmenő fővágányhoz is kerül egy papucs a vágány egyik végén. És persze kell ide egy papucs a vágányok másik végeire is. Szerencsénk van, egy flexi sínarabból ki fog jönni az átmenő fővágány és a megelőző vágányunk is. Úgyhogy először az átmenővel kezdem, beillesztem a helyére. Egy icipicit húzok ezen a sínszálon, azért, hogy itt létrejön egy kicsi hézag. Itt ugye a műanyag sínösszekötő az megoldja a belső sínszal, viszont itt is csináltam egy kis hézagot neki, ez hőtágulásnál majd hasznos lehet. És beigazítjuk úgy a vágányokat, hogy itt a végén a váltó után legyen egy kis hely, ide fog majd jönni egy ilyen modul összekötő vágánymező. Ebben az a trükk, hogy az egyik sínszálat azt meg lehet fogni. Nem ezt, nem a másikat. Na. Tehát a sínszálakat elvileg meg lehet fogni. Na. Meg volt szorulva. Meg lehet fogni, és kibe lehet csúsztatni. Így. És így akkor ki lehet majd emelni a helyéről azt az összekötő hidat. Ehhez viszont kell itt egy kis helynek maradnia, hogy ez működjön. Tehát itt kezdődhet a kitérő, itt van egy kis hézak beépítve. Igazítom a sín összekötőt, mert nem sikerült felefelében megállni a két oldalon. Na, végre most úgy áll minden, ahogyan állnia kell. Itt ezen a végen is ide kell még férni a homlokrakodónak egyfajta ütköző bakként funkcionálva. Azért kell ennek egy kicsit beljebb kezdődni, azért lesz itt a csúcsa ennek a váltónak. És akkor itt most le lehet szabni a végét ennek a flexisínnek.
Jó, itt rajta maradt egy talpfa, nyilván tőle is el kell búcsúznunk. Ha esetleg később kiderülne, hogy mégis kell, akkor majd ide vissza lehet ragasztani a helyére, az nem lesz probléma. Elég jól sikerültek ezzel a csípőfogóval a vágási élek, úgyhogy remélhetőleg könnyű lesz összecsúsztatni. Kicsit hátrább húztam a talfarácsot, ebből sűrűbb lett, meg kicsit cikcakban is áll. Ezt is majd kiigazítom. Most először csak szeretném fölhúzni a sínszálakat a papucsokra. Taktikát váltok, és próbálom inkább a flexire fölcsúsztatni a papucsot. Mint azon kívül, hogy össze-vissza csúszkál a talfarács, egyelőre nem nagy hajlandóságot mutat. Ezzel a helyzet. Hát mégsem lett elég jó a vágási felület, de nincsen probléma, mert a dremelemmel tudtam segíteni ezen a gondon. Ezt most éppen nem vettem föl, de lesz még ilyen. Fogok róla felvételt készíteni. Tehát most fölcsusszant a fém, és remélhetőleg ugyanilyen simán fölcsusszam majd. A műanyag szigetelő is. Igen, sikerült belejátszani. Ezáltal egy milliméterrel rövidebb lett minden. De azért, mivel mind a kettő sínszál annyival lett rövidebb, ezért ez elvben problémát nem szabadna, hogy okozzon. Műanyaggal van a probléma, az megvan. Lejátszottam a fémet is, az is megvan. És 50-50 százalékban van a váltón, illetve a vágányon. Tehát akkor itt a végső elrendezésünk. Na és akkor ezt beigazgatom. Ugye majd fontos lesz a párhuzamosság is, és rögtön a dremellel kezdem. Ha a dremellel dolgozom, rögtön felveszem a védőszemüvegemet. Jön az áram. És akkor ebből az irányból fogok dolgozni, mert így vékonyabb az eszköz. Na, hát le is szabtam. Szerintem jó is lett a hossz.
Próbáljuk meg. Jó. Egyik oldal megvan. Na hát ezt kamerán nem bírtam megmutatni, mert nagyon akadályozott engem, de az így látszik, hogy végre szépen összeállt minden. Minden ott van, ahol lennie kell neki. Tehát ez a része a vágányzatnak akkor végre kész. Azért innen kezdtem építkezni, mert ez itt meg fogja határozni azt, hogy hova kerül a vágánytengely, tehát majd ezzel az ívvel, azzal oda kell megérkeznem, ahol itt a átmenő fővágánynak a vágánytengelye a megfelelő helyen van. Tehát az lesz az utolsó, hogy az ablak előtti szakasznál beszabom a flexisint. És akkor most következhet az a vágánymező, amelyik majd ugye itt ezt a összerakást, szétszedést lehetővé teszi. Tehát itt ezeket kicsit jobban széthúzzuk. Amikor már kellőképpen simulnak. Így. Becsúsztatjuk ide. Kész is vagyunk. És akkor, amikor ez majd rögzítve lesz, akkor annyi az egész mutatvány, hogy innen ezt a sínt egyszerűen megfogom, és lehúzom majd. Most így rögzítés nélkül nem tudom megmutatni, de ez az elképzelés, hogy ez nagyon könnyen lejár majd a helyéről. Annyit haladtam még mostanában, hogy elkészült a parafrázás ezen az átvezető modulon, tehát a meglévő asztaltól az ablak előtt átvezető szakasz le is fogadtam könyvekkel. Maga a sín természetesen még nincsen rögzítve. És hát ez azt jelenti, hogy elkezdhetem hamarosan az első toma modulomnak az építését, tehát ennek a megálló rakodó helynek, amelyik most itt jobb oldalt a könyvespolcomnál látható, igaziból tükröződik ott szemben az ablakban. És ezt fogom bemutatni majd a következő részben. Elkezdem oda is lerakni a parafát, behúzok majd néhány vezetéket, kiépül a DCC rendszer, tehát tulajdonképpen a vonatok használatba fogják tudni venni normálisan ezt az új szakaszt is. Kérlek, jelöljétek be a csatornát, kövessetek engem, ha tetszett a videó, nyugodtan kommenteljetek, kérdezzetek, szívesen válaszolok, és várlak titeket vissza legközelebb is.